Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Paradigmák fogságában ez a címe 2019-ban megjelent kötetének, amelyen alapvetően a magyarországi rendszerváltástól napjainkig elemzi a kapitalista piacgazdaság kialakulását, illetve annak különböző alakváltozásait, kimutatva egyfajta kontinuitást a 2010 előtt, illetve a 2010 utáni rezsimek között erről szerveztük ezt a mai vitát, amelyben szó lesz majd a neoliberalizmus hatásairól a rendszerváltás utáni politikai-gazdaságtani folyamatokban, de sok minden másról is még, ugyanis igazán nívós vitapartnert sikerült találnunk Sebők Miklós számára, nem más, mint Király Júlia lesz majd a vitapartnere a következő nagyjából egy órában. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ami nem tetted volna meg, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy fizess elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtalálod a leírásban. Kezdjük. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Szebült Miklóst, a kötet szerzőjét, illetve király Júliát. Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást. Um, ugye hosszan készültünk erre a mai beszélgetésre, és megígértem hogy azzal fogjuk indítani, hogy mindketten lehetőséget kaptok arra, hogy kifejezzétek nézeteiteket a neoliberalizmus fogalmával kapcsolatban, illetve a kötet alapállításaival kapcsolatban. Um, én azt gondoltam, hogy talán elsőként érdemes Miklóssal kezdeni, mégiscsak ő a kötet szerzője, még akkor is, hogy az udvariasági sorrend a Júliát hozná ki elsőként de talán az a jó, hogyha Miklós el tudja mondani, hogy nagyjából mik voltak azok a gondolatok, amiket megfogalmaztál a kötetben, mi volt az indíték, ami miatt a kötet megírásával belekezdtél, utána pedig Júlia kifejteti az ezzel kapcsolatos kritikáját. Igen, először is szeretném megköszönni a meghívást, és Júliának, hogy elfogadta a felkérést, hogy, hogy beszélgessünk erről a könyvről, ez megtisztelő számomra. Maga a könyv az egy hosszú történet az én életemben, ha lehet mondani, én már a a anyateje magamba szívtam a, reform közgazdászoknak a logikáját. Lehet, hogy Komárom Esztergom megyében én voltam az egyetlen, akinek egyszerre járt az akkor még liberális magyar hírlap, a beszélő és a magyar narancs. Tehát mire a közgazdasági egyetemre jelentkeztem, már körülbelül úgy éreztem, hogy be tudom fejezni bármelyik gondolatát bármelyik újságnak, ide értve a HVG-t, a figyelőt is, amik szintén jártak édesanyámnak köszönhetően és próbáltam még jobban megismerni az egyetemen, hogy mi az a logika, ami ennyire univerzális és bármilyen gazdasági körülmények között tud érvényesülni, és azt láttam egyébként, ugye ekkor volt a dotcom buboréknak a, a, a kidúranása, Magyarországon elég komoly makrogazdasági problémák voltak a 2001-2002-2003-as évben, és próbáltam még jobban megérteni, és például a kurzust is szerveztem a társadalomelméleti kollégiumban, Antal László valaki a. a reformer értelmiség szellemi atyának tekinthető és nem jutottam közelebb a megoldáshoz, ellenben más kurzusokon pedig olyan dolgokról hallottam és olyan dolgokról tanultam, amik viszont közelebb vittek, és ez a kritikai politikai gazdaságtan volt. Ezt követően a 2000-es években folyamatosan dolgoztam ezen, a, gyakorlatilag ezen a könyvön, aminek a, az első lapjai talán már a 2000-es évek legelején megszülettek, de akkor még nem volt meg az a fogalmi keret, amivel ezt jól össze tudtam volna foglalni. És végül a 2008-as válság idején jutottam el oda, hogy, hogy nagyjából összeállt a kép, hogy mik azok a, a nagy szellemi folyamatok, amelyek hozták a rendszerváltás gazdaságpolitikát és a pénzügyi kapitalizmusnak a kialakulását. Hogyan lehetne ezt leírni? Ezt nagyjából a modernizációs konszenzus fogalmával írtam le a könyvbe, ami, ami kicsit túl is mutat azon, amivel felvezetted a, a műsort, hogy a neoliberalizmus, mint egy ilyen mindent meghatározó fogalom. Pontosan azt éreztem, hogy nem lehet leönteni egy ilyen, neoliberális generál szószala a rendszerváltás politikát. Nagyon sokféle áramlat volt, és hogyha kicsit mélyebbre ásunk és megnézzük ezeknek a szellemi alapjait, akkor azt láttuk, hogy valóban volt egy kőkemény piaci fundamentalista szárny a rendszerváltó értelmiségen belül, akik a piacosítást képviselték minden körülmények között, privatizáció, Dereguláció szokásos hívószavakkal. De volt egy, akár egy, egy kisebb szociáldemokrata szány, voltak oportunisták az MSZP-ben, akiknek szintén meghatározó szerepük volt, szakszervezeti lobby nem soron végig. Tehát valójában a modernizációs konszenzus az jobban leírja azt a azt a szellemi területet, ami, ami meghatározta a rendszerváltást és a pénzügyi rendszer kialakítását. És a, a záró gondolat itt talán az, hogy hogy a 2010-es kormányváltás és az előtte lévő két év a nemzetközi válság, a magyar belföldi válság, szakértői kormány és társai, azok adták meg a végső lökést a, a, a könyv megírására, és Földes György a Politika Történeti Intézetnek a, a vezetője javasolta, hogy vegyen bele most már az Orbán, rendszernek a kialakulását is, és ez nagyon adta magát, ez egy kiváló felvetés volt, mert pontosan ugyanazt a logikát alkalmazták a pénzügyi nacionalizmus hívei a saját hegemóniájuk kialakítására, mint amit korábban 20 éven keresztül láttunk az akkori uralkodó elittől. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy jó keretes szerkezetnek bizonyult, hogy először kiépítették a modernizációs konszenzus hívei a pénzügyi kapitalizmus? Magyarországon egy sajátos formában, és utána jöttek a pénzügyi nacionalisták, akik pedig részben visszacsinálták, részben pedig a saját képükre formálták a magyar bankrendszert. Talán így lehetne összefoglalni röviden a, a könyv állításait. Nagyon köszönöm, tehát igazából az az kicsit leegyszerűsítve, hogy a, két, tehát a 2010 után időszak és a 2015 időszak között közgazdaságtani értelemben van egyfajta kontinuitás. Hát van valami fajta kontinuitás, de nem is annyira közgazdasági értelme, mint hatalomtechnikai és politikai gazdaságtani értelme. Közgazdasági értelemben van kontinuitás például az adórendszer egyszerűsítése, elkulcsosítása, és általában véve a perverz újraelosztás iránti érdekes szenvedélyükben. Másfelől viszont van nagyon nagy különbség is például abban, hogy hogyan kezelik a külföldi befektetőket, akár a pénzügyi szektorban, de azon túl is. Júlia, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm Marcinak, hogy megszervezte ezt a vitát, mert ezt én szerettem volna erről a könyvről beszélgetni, úgyhogy én kértem, hogy hívjuk meg Miklóst és ilyen nagyobb közönség előtt, amit most itt elég hiszünk. Próbáljuk meg tisztázni nézetkülönbségeinket, ugyanis ez egy fontos könyv. Ez a könyv már megjelenésekor is bizonyos körökben kult könyvnek számított, szerzője pedig kétségtelenül az egyik meghatározó alakja annak a körnek, amit ő maga úgy jellemez a könyvben, hogy az ezret forduló után megjelent egy újabb nemzedék, amely új baloldali nézőpontból elemezte és bírálta a rendszerváltás gazdasági folyamatait. Ennek a nemzedéknek szerintem ma egyre nagyobb a súlya és a hatóköre. Nem véletlen én se megjelenéskor vettem meg Miklós könyvét, hanem amikor már tanítványaim szembesítettek. Ezeknek a szerzőknek, Miklósnak is ennek a körnek a, az írásaival, és úgy éreztem, hogy akkor ez megkerülhetetlen. Nem állítom, hogy minden tanítványom az egyértelmű elfogadás oldalán állt, szóval volt, aki na ne mozdulattal hajította félre, de pont a ősszel volt egy nagyon fontos kurzusom, a Színház és filmművészeti Egyetem doktori iskolájában. Fantasztikus élmény volt, és az ottani hallgatók éreztem, hogy olvassák, befogadják, tovább gondolják ezeket a gondolatokat. Tehát nem olyan, ami mellett egy kézlegintéssel elmehetünk. Nem beszélve arról, hogy ezek a gondolatok nagyon hatnak. Marci, azt hiszem százezres az nézőközönséged. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy egy szűk kisebbségnek írnak és beszélnek, tehát muszáj róla beszélgetnünk, tisztáznunk, hogy mi az, amit különös, különbözőképpen látunk. Rendkívül fontos kérdések merülnek fel a könyvben. Miklós is említette, rendszerváltás, pénzügyi kapitalizmus, bankrendszer szerepe, és mindenek előtt az értelmiség szerepe. Tehát egy fontos könyv. Ezért nagyon szomorú vagyok, hogy ez egy rosszul sikerült könyv. Nem csak azért, Miklós, mert kellene egy olvasó szerkesztő, szóval túlírt, ismétli önmagát, dagályos, abszolút fölösleges fejezetek vannak benne, és számos olyan szakmai hiba, amit te magad is tudtál volna korrigálni, ha egy olvasó szerkesztő megkérdezi tőled, ezek itt vannak, át fogom neked adni. Tehát nem ez a lényeg. Egyrészt felületes, tehát címkéz, Valójában nem tudunk meg semmit se a Marci által említett neoliberalizmusról, ez egy darab lábjegyzet, az egész neoliberalizmus. De nem tudunk meg többet a pénzügyi kapitalizmusról és a pénzügyi nacionalizmusról sem, elutalod őket mindenféle háttérirodalmakba, tehát a tartalom messze menően hiányzik a könyvből, egy felületes könyv, és azért szeretném, ha beszélgetnénk róla, és kicsit tényleg a miért mennénk, mert ez a felületesség nagyon rontja a kritika hitelességét, tehát tényleg a hibák, az oda nem figyelések. A másik, Hát ez egy mélységesen előítéletes könyv. Én mondhatnám azt, hogy ez a könyv az előítéletek fogságában fogant. Ö, előítéletes magával a közgazdaságtannal szemben te nem a arról írsz, Azt nem is érdekel, azt messze menően lenézed. El nem tudod képzelni, hogy ideológiák vitáján kívül van olyan, hogy egy szakpolitikai kérdést a közgazdaságtan alapfogalmaival, tehát mint egy választási lehetőséget lehessen elírni, és ide, leírni, és ideológiák mentesen lehessen róla vitatkozni. Ami ugye azért meglepő, mert te eredetedet tekintve közgazdász vagy, igaz, hogy ma már a politológiai intézetnek a igazgatója és inkább ö, ideológus. A másik, hogy mélységesen előítéletes az értelmiséggel szemben, elsősorban a neoliberális, organikus, modernizációs elit értelmiséggel szemben, és bár kifejtett, hogy te nem vagy összeesküvés hívő, de azért azt mondja, hogy egyértelmű, hogy nem a láthatatlan, kész, vezetett, magas társadalmi státuszú, egymástól elszigetelt egyéneket egy spontán ideológiai hegemónia kialakítására. Ez maga a, az összeesküvés elméletes előítélet, amiről ugye tényleg pont a, Elmúlt interjújában mondta azt, hogy olyan mitikus ellenségképet gyárt, amely megtestesíti a kizsákmányolást, amit ez az ellenség ténylegesen soha nem gyakorolt. Szóval, leszámolsz egy papírtigrissel, és arányaiban ez nagyon eltorzítja a könyvet. Iszonyú megbocsátó, és tulajdonképpen semmit mondó vagy a mai rendszerrel szemben. A szakpolitikát visszavették, fölhalmoztak az új tők, magyar tők és osztály kialakítása érdekében. Szóval, mintha jobban gyűlölnéd a liberálisokat, mint a. Hát, hát fogalmazunk TGM-ben, ugye ő mondta, jobban gyűlöli a liberálisokat, mint a fasiztákat. Én ennyire messzire nem mennék de az előítéleted az, az elképesztően megdöbbentett, mert ettől ez egy gyáva könyv lett. Bocs, hogy ezt kell mondanom. Legyilkoltad a Te Reagálj rá, kérlek, Miklós. sok minden elhangzott, azért nem lesz könnyű. Próbálok valamibe belekapaszkodni, ami a Júlia kritikából konkrétumokra alapul, és nem a nekem felrót jelzőkre. Talán ami, ami konkrétum volt az összeesküvés akkor hagyd kezdjem innen. Gyuri azt mondja, hogy, hogy ez egy kitaláció, hogy létezik egy rendszerváltó elit, és hogy léteznek olyan emberek, akiket nem a láthatatlan kéz vezérelt egymás mellé, hanem egy szervezett tevékenységet végeztek, annak érdekében, hogy kormányzati pozíciókból egy sajátos közpolitikát gyakoroljanak. Szerintem a könyv elég sok bizonyítékot hoz rá, hogy ez nem így történt. Azok az emberek, akikről ez a könyv nagyon részletesen, akár több száz oldalon keresztül szól, három-négy fejezeten keresztül taglalom az életútjukat, tevékenységüket, ezek egy jó körülhatárolható csoportot írnak le, és értem a Júlia indulatát, hiszen ezek az ő nagyon közvetlen ismerősei, munkatársai, tehát végsősorban vegyük úgy is, hogy a Júlia itt védelmezi az ő tevékenységüket. A, az, hogy kikről van szó, ezt, ezt egy konkrét táblázat is összefoglalja, tehát ilyen szinten nem összeesküvés elméleti a, a dolog, tehát nem, nem láthatatlan emberekről van szó, hanem konkrét emberekről. Ezek az emberek az 50-es évek elején születtek, fehér férfiak, akik a, a pénzügyi döntéshozásnak a, 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 csúcsain tevékenykedtek a legkülönbözőbb szerepekben. Egyetlen egy embert szeretnék kiemelni, aki közismert a, a nézők számára, Bokros Lajos, Ugye beszélek a forgóajtó jelenségéről, hogy hogyan lehet egyszer az üzleti szférában és a, közpolitikai államhatalmi szférában is befolyást gyakorolni. Hát nem is biztos, hogy össze tudnánk szedni, hogy Bokros Lajos milyen funkciókat töltött be. nem tudom, hogy ilyen képzettség ez létezik, -e, vagy ilyen egyetemi szak, ami erre felkészít. Bankelnök, tőzsdevezető, pénzügyminiszter, EP képviselő, pártvezető, és még biztos számtalan ilyesmi van, amit, amit most nem is soroltam fel. Tehát ezek az emberek, most csak egyet említettem, de lehet említeni a továbbiakat, Mihály Péter, Draskovics Tibor, Lengyel Lászlót, van, van egy komoly felsorolás, tehát akit érdekel, ez megnézheti és eldöntheti, hogy, hogy igazat ad nekem. Ezek az emberek már a 80-as évek elejétől kezdve ugyanazt az elképzelést tették magukéve arra, hogy hogyan kell átalakítani majd a, a magyar gazdaságot, és aztán tevéken, tevékenyen részt is vettek ebben az átalakításban. És uh, ilyen értelemben összeesküvés hogy hogyha konkrét emberekről van szó, akkor beszéljünk konkrétumokról. Tehát akkor valószínűleg a Juliának kellene megmondani, hogy az az érvelés, amit megint mondom, több fejezetben elővezetek arra vonatkozóan, hogy csak ezek az emberek tölthettek be bizonyos fontos pozíciókat. Csak ebből a körből lehetett pénzügyminisztereket verbuválni, verbu most Veres János talán egyetlen kivétel, ez alól, hát ő ugye máságról jött be. Ezzel én nem tudok mit kezdeni. Ugye a Júlia azt is említette, hogy a, 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 ez az egész, ez a közgazdaságtan elleni kritika. Nem, ez a magyar közgazdász elit, által a közgazdaságtannak becézett tevékenységnek a kritikája, ugyanis ennek az elitnek nincs meg az a szellemi felkészültsége, ezt is próbálom demonstrálni a, a, a könyvben, ami arra predestinálta volna őket, hogy olyan kérdésekben is megnyilvánuljanak, amire se felkészültségük, se szakmai karrierjük egyébként nem tette őket alkalmas. Az egyetlen dolog, ami őket erre alkalmasát tette, az az elitben elfoglalt pozíciójuk volt, és az, hogy egy, egy, gyakorlatilag egy szűk körben ö, ö, osztogatták egymás közt ezeket a pozíciókat nyilván. Ennek oka volt, erről már talán tudunk beszélni. Úgyhogy összességében azt mondanám, hogy a közgazdaságtan kritikáját azt, azt egyáltalán nem fogadom el. A közgazdaságtan saját magáról állított ki egy kritikát 2008-ban, és a, a vezető közgazdászok, lehet, a Júlia biztos követi ezeket a vitákat, saját maguk néztek szembe a korábbi hibáikkal, adott esetben bűneikkel. Ha valakit érdekelnek egy rövid a Big Short című filmben nagyon sok közgazdásza van interjú, akik szembenéznek ezekkel a korábbi hibákkal. A magyar közgazdász elitnél ez elmaradt, úgyhogy ilyen értemben egy kis lemaradásban vagyunk, de talán ez már egy szokásszerű dolog itt a keretre a korábbi vasfüggönytől belecsaptunk a sűrűjébe, de szeretném, hogyha lenne legalább egy minimális korszakolása a könyv által felvetett legfontosabb kérdéseknek, mert akkor talán tárgyszerűen tudunk beszélni a felvetett problémákról, az első ugye, hogy a Miklós úgy írja a 90-től 2000-es évekig tartó időszakot, hogy ez volt a modernizációs konszenzusnak az évtizedei, alapvetően két csoportot különböztet meg, az egyik a mérsékelt modernizáció hívei, a másik pedig a piaci fundamentalisták, és felsorolod azt, hogy milyen intézmények, nemzetközi, illetve a hazai intézmények voltak ennek az ágensei. Az ezzel kapcsolatban megfogalmazott legfontosabb kritikája a Miklósnak az az, hogy miközben ők magukat öm, semleges, értéksemleges, ideológiától mentes ágenseknek írják le. Valójában abszolút egy politikai programjuk volt, és politikai programot hajtottak végre. Nyilvánvaló, hogy te ezzel szemben egy másfajta megközelítést tartasz kívánatosnak, vagy más tartasz érvényesnek, Júlia. Szeretném hogy csak kifejteni a pontos kritikát, hogy szerinted miért téved a Miklós, amikor azt mondja, hogy itt igenis volt egy tudatos politikai programja ennek az elitnek. A, a pártoknak volt ö, abszolút tudatos programja, és Miklós föl is sorolja a pártok gazdaságpolitikai szakértőit. De ebben mi a hiba? Egy gazdaságpolitikus, aki egy pártnak tagja és írja a párt gazdaságpolitikai programját, az természetesen azt mondja, hogy ő annak a pártnak a gazdaságfilozófiáját és politikai filozófiáját vallja. Ebben én nem látom, hogy mi az a szörnyűséges bűn. Elmondhatom? Persze, segítek. A könyvben van egy hosszabb levezetés arról, hogy a, hogyan alakult ki a magyar bankrendszernek a privatizás struktúrája. Ugye ez a 90-es években nagyjából végbe ment. Júlia is részt vett ennek a folyamatnak a végén, akkor, amikor a postabankot privatizálták. És egy, van egy eklatáns eset, ami szerintem, mint ebben a tenger tökéletesen megmutatja, hogy mi a probléma, ez a Budapest Banknak a privatizációja. Itt van kinn a táskámban Mihály Péter könyve, ami, ami a privatizációt veszi számba, és részletesen ő is elemzi ezt az ügyet, de szintén ő, ő ugye akkor ekkor a privatizációs szervezetnek is a tagja volt és a, a, Csáki György és a Maher Ákosnak a, a, munkáira is támaszkodom, csak hogy világos legyen, hogy közgazdászokat hivatkozok, és közgazdasági szakirodalmat, ezt a könyv irodalmi edzékében bármelyik néző megnézheti. És a Budapest Bank privatizációja az, 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 egy nagyon sajátos ügy volt. Ezek a szerzők úgy mondják, hogy ez, ez nem, ez nem egy jól sikerült privatizáció. Miért nem sikerült jól ez a privatizáció? Azért, mert gyakorlatilag azok, akik végül a befektetői lettek a Budapest Banknak, ugye a G-Capital, azok semmilyen kockázatot nem vállaltak, minden kockázatot az államra hárítottak, még egy konkrét 12 milliárdos titkos kormányhatározat is átvállalta az egyetlen lehetséges kockázati tényezőt, amiről még Hordyulát sem említették, szintén itt van nálam hordgyulának a. A könyve azok a 90-es évek, ahol részletesen leírja szintén ezt az esetet, hogy hogyan vezette meg a saját aparátusa is ezekben az ügyekben. Például a, a, a Hunges hotels a privatizációja az egy másik ilyen ügy volt, és gyarmatosítókról beszél horgyula, hogy hogyan képzelték azt, hogy a saját a kormányfő, a legitimen megválasztott demokratikus vezető háta mögött próbálták a nemzeti vagyon privatizálni, és a forgóhajtó jelenségére is ez egy tökéletes példa, nem csak az állami vagyonvesztésre és az állami érdekének a nem megfelelő védelmezésére. Ugye Draskovics Tibor volt az, aki ezt előkészítette, ezt a titkos kormányhatározatot, és a másik ember, aki kulcserepet játszott, az Bokros Lajos volt, aki ekkor még a Budapest Banknak a vezetője volt. Az eltelik néhány hónap a 94 évvégi kormányhatározathoz képest, és már Bokros Lajos maga a pénzügyminiszter. Tehát gyakorlatilag a saját korábbi bankját, a saját korábban megalmodott módján, Draskovicssal kitaláltak, úgy privatizálták végül a Budapest Bankot, aztán majd részlegesen 95 végéig, és bármilyen szakértőt kérdezünk abból a körből, aki egyébként a Júlia nézeteivel azonosul, és a Draskovics és a Bokros nézeteivel azonosul, ideértve Mihályit, ideértve egyébként többeket, például az ÁSZ jelentést, ami ezzel foglalkozott, megint csak nem ugye antiliberális matolcsisták írták azokat a jelentéseket, mind azt mondja, hogy, hogy ez egy az állami vagyont károsító, rosszul sikerült, nem megfelelő módon védelmező privatizációs folyamat volt, és ez csak egy volt a sok közül, amiről a könyvben egyébként utána írók Utolsó mondat ennek kapcsán, Mihály ezt úgy fogalmazta meg, aki megint csak tehát nála elfogultabb embert nem lehet találni a Földön, aki ezt a privatizációs feladatot jobban ítélhette volna meg. Azt mondta, hogy félig vagy talán negyed részben sikerült privatizációról beszélhetünk. De ennyit arról, hogy ez egy összeesküvés semmit is kitalált. Azok, akik csinálták, azok, akik kitalálták, azok gondolják azt, hogy ez, ez, nem felelt meg azoknak az elveknek, amiknek meg kellett volna felelni. azt mondtad, Miklós, hogy az én elveimmel összhangban álló, szerintem az én elveimről eddig egy büdös szó nem esett. Természetesen olvasom melyik Júliát, Melyik és, és, és De most a itt a Budapestban privatizáció kapcsán mondd már meg, hogy melyik elvemmel Nem, általában számtad. véve azzal a gazdaság filozófiával, hogy a bankrendszernek a privatizációja az nagyon fontos, az államnak nincs keresni valója a tulajdonosként a bankrendszerben, és alapvetően miután ez megtörtént, utána pedig deregulálni kell a pénzügyi piacokat, hiszen azzal csökkentenénk a, ezeknek a piacoknak a hatékonyságát, hogyha masszív regulációs terhet rá. Én de ha ezekkel az állításokkal Júlia nem Tegyet, akkor én nyitott vagyok és nem. hallgatom. Igen. Akkor kérdezd fel ki, hogy mivel tesz jó. egyet. No, akkor a, és akkor nem, nem általában véve a privatizációról, arról is érdemes lesz beszélni, ha ha egy államkapitalizmus a politikai átalakulás során úgy dönt, idézőjelben, hogy ő most piaci kapitalizmussá alakul át, hogyan lehet jól ezt a privatizációt megoldani? Tényleg nem tudom és soha, soha bele se szóltam a privatizációs vitákba, éppen azért, mert nincsen rá történelmi tapasztalat, nincsen valamilyen, amihez vissza tudunk nyúlni, tehát valóban különböző iskolák vetélkednek, gyors privatizáció, azonnali sok terápia odáig, hogy hát hagyjuk, és majd lassan, majd átalakul. Biztos, hogy nem a legjobbat választottuk, de biztos, hogy a csehek se, a lengyelek se, senki, mert erre nem volt jó recept. De most menjünk vissza a bank privatizációra, mert az lényegesebb kérdés, Miklós, amit felhoztál. Tehát kezdjük ott, hogy a könyved állításával ellentétben, amíg össze nem omlott a magyar részben állami tulajdonú, állami vállalati tulajdonú bankrendszer, mert azért ez a nagyon gyors privatizáció úgy zajlott, hogy 93-ban a bankok állami vállalati tulajdonban voltak, tehát még nagy állami rész volt a magyar gazdaságban. Szóval amíg össze nem omlott, Addig kifejezetten nem került szóba a privatizáció. Ez egy nagy tévedés a könyvedben, megnézheted akár Bokrosnak, akár, akár Surányinak a 93 előtti írásait, kifejezetten arról van szó, hogy nagyon meg kell gondolni, hogy lehet-e külföldi tulajdonba adni, mert az a független magyar monetáris politikát korlátozhatja. Jó? Tehát 1992-ről beszélünk. 1993-ban viszont összeomlott ez az állami tulajdonú magyar bankszektor. Közvetlen állami, állami vállalati tulajdonban álló magyar bankszektor. Szó szerint összeomlott, nullára ment le a tőkéje, tehát valamit kellett vele csinálni. Az állam belerakott hatalmas volumenű pénzt, nagyon nagy pénzt. A Budapest Bank 12 milliárd ebből a szempontból az egyik legkisebb volumen. 30-40-80 milliárdokat műtöttem. tett a többi bankban, de valakinek működtetni kellett. A működéshez meg tőke kellett. 93-94-ben. Mit reagálsz arra a felvetése Juliannak, hogyha jól értem, azt mondja, hogy itt egy 93-as bankkrach, okozta a helyzet miatt kellett egyébként ezt a privatizációs hullámot elindítani, és egyébként nem, ez nem feltétlenül egy tervezett folyamat volt, hanem az úgynevezett gazdasági, világgazdasági kényszerek és belső keresleti kényszerek miatti lépés volt. Bocs, ami ezt tegyük hozzá, hogy az első ö, lépése volt a Budapestban privatizáció, egy rossz privatizáció, egy állatorvosi ló, minden hibájával, bár azért egy tőkemelés az más, mint a tőke kivonás. De mindegy. Miklós. Julia konkrétumokat kért, én konkrétumot adtam, ez nem lehet, hogy nem, fogok tudni megfelelni minden igénynek itt, hogy, hogy milyen konkrétumokat mondok. Tehát alapvetően arról van szó, hogy ugye a 90-es kormányváltás után folyamatosan elkezdődött több hullámban a bankszektornak a rendbetétele. Tehát ez nem úgy nézett ki, hogy 93-ban volt egy krak és mindenkit meglepetésszerűen ért, hanem bankkonszolidációs hullámok követték egymást, és utána volt adós konszolidáció, amiről szintén könyvtárnyi irodalom van, hogy hogyan próbálták a banki hiteleket rendbe annak érdekében, hogy egyáltalán privatizációra alkalmassá tegyék ezeket. Tehát valójában a kritika az arra irányult, hogy a 90-es eleje óta öntötte az állam a pénzt a bankokba. A, a, bankok azok nem hajtották végre azokat a megfelelő változásokat, amiket kellett volna annak érdekében, hogy hatékonyan működjenek, vagy erre nem is volt nagyon lehetőség. Ugye sokszor panaszkodtak, ez, ezt is leírom a könyvbe, hogy mondták, hogy igazából a menedzsmentnek nincs lehetőség, addig, amíg az adósokat se konszolidálják. Úgyhogy végsősor úgy jutottunk el oda 94-re, hogy Békesi László saját magának kérte a privatizációnak a, a lebonyolítását, mert ha ellentétben azzal, amit elhangzott, ez egy kulcskérdés volt az egész, eh, egész közgazdász elit számára, hogy valamilyen módon felgyorsítsák a privatizációt, részben azért, hogy bevételekhez jussanak, és ezáltal a fiskális politikai problémákat is tudják kezelni. Tehát ez egy közös érdek volt a modernizációs konszenzus két oldalán, ezzel Hongyula is teljesen egyetértett. A probléma az volt, hogy a, a merő alkalmatlansága ennek a, ennek a társaságnak, aki egyébként a privatizációért felelős volt, az oda vezetett, hogy a 95 elejéig nem történtek meg ezek a lépések békesíb honra mutogatott, hon békesíre mutogatott, ők ketten tovább mutogattak a, az állami vagyonügynökségre, és, és ebből az alakult ki, hogy csak rossz döntéseket lehetett meghozni, és amikor a rossz döntések ideje eljött, akkor pedig a külföldi befektetők több különböző eset esetében olyan feltételekkel kényszerítették a magyar államot, amiben nem szabadott volna belemenni. Ezt részletesen leírja megint csak Mihály, Csáki, Maher, mindenki, aki ott volt és érintett volt ezekből, hogy ezek rossz döntések voltak, és megint csak az állami számvevőség és is ezt így látta, Hondyula is így látta. Úgyhogy a, a kritikám az arra irányult, hogy sokáig nem történtek megfelelő lépések, amikor megfelelő lépések történtek, rosszul történtek meg ezek a lépések, és más országokban, például Szlovéniában nyilvánvalóan másképp kezelték ezeket a kérdéseket, tehát lehetett volna valamilyen módon belföldi kézben tartani a bankrendszert, vagy az OTP-nek a, 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 sajátos modellét alkalmazni más területeken, és aztán belemeltünk még, még részletesebben, de akkor attól tartok, hogy a Júlia másik kritiká Tájára, hogy én, én valamilyen módon a fasiztákkal szimpatizálnak, akkor nem is fogunk eljutni. De el fogunk jutni mindenképpen, csak egy tisztázó kérdést engem meg a Miklós felé, mert hogy te is említed azt, amire Júlia is hivatkozott, hogy itt egy alkalmatlanság vagy felkészületlenség volt, ami a legfőbb ö, ö, oka volt annak, hogy kisiklott ez a privatizáció. volt -e ebben kifejezetten politikai szándék a te megítélésed szerint? Mert ugye Júlia alapvetően ezt vitatja az alkalmatlansággal egyetértett. Igen, hát ugye a könyvben erről is elég részletes írok, amikor próbálom igazolni azt a tézist, hogy ez anyagi érdeke is fűződött ezeknek, a, ezeknek az elit csoportoknak ahhoz, hogy a sajátos módon hajtsák végre a privatizációt, és nyilván van későbbiekben megfelelő banki pozíciókkal, akár külföldi tanácsadó cégeknél betöltött pozícióval ezt megfelelően tudták kárpótolni, tehát nem lehet azt mondani, hogy a kegyelem kenyére ért volna bárki, aki ezekben a privatizációs folyamatokban rész, részt vett volna. Miért nem jó az állami tulajdon? a bankszektorban, erre nem tudok más mondani, mint egy nagyon nagy irodalma van. Tehát kimutatták empirikus irodalommal, banki tulaj, állami tulajdonú bankszektor sokkal erősebben érzékeny a korrupcióra, sokkal kevésbé képes hatékonyan működni. Ezt nem menti, hogyha államközeli magántulajdonosok kapják meg a bankrendszert, ebbe teljesen egyetértünk Miklósra, tehát a mostani kvázi privatizáció semmivel se jobb, mint az állami tulajdon. Az állami tulajdonnál azért jobb a külföldi tulajdonos, ami miatt 2008-ban a magyar bankszektor nem omlott össze. 2008-ban a magyar bankszektor ugyanis azért nem omlott össze, mert a külföldi tulajdonosok ott álltak a magyar bankszektor mögött, beletoltak pénzt, majd beletoltak tőkét, és nem engedték meg, hogy összeomoljon. Meg lehet nézni azokban az országokban, ahol maradt magántulajdonú nagybank, düböröbbe omlottak össze. Lettország, Észtország, Bulgária, Románia klasszikus példák rá. Nem állítom, hogy a külföldi tulajdon ideális. Ha van belső tőkefelhalmozás, a saját belső tőkefelhalmozásból privatizált, tőzsdén privatizált bank sokkal jobb. Az OTP tényleg nagyon jó példa. Az OTP mára Európa egyik legerősebb, legjobb bankja lett. Semmi kétség. Abban az időben nem volt mód Tőzsdén keresztüli privatizációra ezeknél a tőkevesztett összeomlott bankoknál. Az OTP akkor is kiemelkedett, már egy jövedelemtermelő, az egész transformációs válságból kimaradó bank volt, lehetett tőzsdén privatizálni. Részben magánkézbe került, persze így is. Halka de utána Nagyon, nagyon röviden, csak a 2008-as helyzetre, abban a szerencsés helyzet vagyok, hogy abból írtam a diszertációmat, hogy, hogy milyen bankmentő csomagokat hajtottak végre a kormányok, és hogy az állami támogatás nélkül, állami tőkemerés, állami tulajdonszerzés nélkül a Júlia által egyébként elég, el jó, elég jól ismert Benelux államoknak a bankjai is Magyarországról túl a beszélek, a külföldi tulajdonosokról. Én, én pedig általában véve arról beszélek, hogy az államnak mi a szerepe a bankszektorban, a fejlett országokban. És ott lehetett tökéletesen látni, szándékosan nem az Egyesült Államokat hoztam, mert már látom előre, hogy az, az nem egy releváns példa Magyarország szempontjából. Tehát a nyugat-európai anyabankoknak a, a helyzetét mondom, az anyabankok nem tudták volna feltőkésíteni a magyar lányaikat, amennyiben nem kaptak volna a saját anyaországuktól, Hollandiától, Nagy-Britanniától, Belgiumtól és egyébként az Európai Uniótól, ECB-től megfelelő segítséget. Még egy dolgot szeretnék említeni, amit a Júlia kicsit kihagyott a történetbe, az az IMF és a garanciavállalásoknak a kérdése, ami nélkül szintén a magyar bankrendszernek a stabilitása az megkérdőjeleződött volna. Nem tudom, hogy ez hogy tud kimaradni ebből a történetből, amikor konkrétan erről megállapodtak, és ugye talán három bank, most nem akarok ennél pontatlanabbat mondani, 2008-ban pedig megkapta a megfelelő garanciákat a kormánytól, hogy a, hogy a tőke helyzetüket rendezze, és mögöttük legyen egy biztonsági háló. Lehet, hogy ez, ez is egy é, ezt csináltam, kérdés. ezt azért csak tudom. Nem? Ezért feltételeztem, hogy ebben nem lesz közöttünk vita, csak a Júlia hát, ez a két, két, ki, két ki tény, garanciát? ez, 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 ez OTP, OTP nem garanciát kapott, UTP effektíve likviditást kapott. A, én nem akarok A állami támogatásról beszélek, és külföldi itt külföldi tulajdonú átküldöm, bankok hogy semmit nem kaptak. Voltak magyar azok tulajdonú a bankok, bankokat kellett amelyek, segíteni, ott építeni, megkapják ezt a fajta Vaj, állami támogatást. Magyar, magyar, magyar tulajdonú bank tényleg, OTP, FHB kapott, külföldi tulajdonú banknak, pont hogy nem kellett. Volt egy megállapodás, át fogom küldeni a linkjét, és akkor látni fogja Júlia. <laughs> Mit? Most mondtam el. Na de... De édesvága Miklós, azt én írtam alá, azt a megállapodást, azt nem mondhatja, hogy nem tudom, hogy mi van benne. Én csak azt tudom elmondani, nem hogy mi, volt, az, mi az, ami történt nem akkor. Nem volt és... garanciavállalás külföldi bankra. Nem volt ha jöjjön a Miklós, az az állítás, hogy a magyarországi bankok esetében a magyar állam végezte ezt el, a külföldi tulajdonú bankok de de ez esetében a bankok különbség. anyagországai végezték ezt el. Nem mindegyik, volt amelyik igen. Az, hogy az, az, egy más, egy totálisan más kérdés, hogy amikor van egy nagy összeomlás, akkor mekkora legyen a szerepe a bankok megmentésében, ügyfelet kell menteni, vagy bankot kell menteni. És ez valóban egy komoly kérdés azért szoktuk azt mondani, hogy érdemes a bankokat megmenteni, mert az a filozófiai elképzelésünk, hogy nem működő bankrendszerből nem működő gazdaság lesz. De ez lehet, hogy tév. Én még azt is ajánlom, hogy a, a kérdésben fogalmaztad és. meg egyébként, pontosan ez történt. Hát teljesen mindegy, hogy melyik országból kapják meg azt a közpénzt. Nagyon nem mindegy, Teljesen mindegy, egy. hogy az Európai Unió is ott van mellette, meg az IMF is ott van mögötte. Az IMF sehol nem volt ott. Bocsánat, tehát előre szálltunk a 2008-as bank pénzügyi válsághoz, és egy kicsit beszélünk azért a devizahitelezés kérdéséről, már csak azért is mert előzetesen is beszéltünk róla, hogy ezt mindenképpen behoznánk. Ugye az első Orbán kormány utolsó döntése volt az, hogy engedélyezte a devizahitelezést, akkor még Jára is így mond, hogy egy bankelnök, és aztán majd ugye a Simon András vezeti egy bank időszakában következik be a 2008-as pénzügyi és gazdasági összeomlás. Ti hogyan látjátok kifejezetten a devizahitelezés gyakorlatát ebben a paradigma kérdésben, amiről most itt beszélgettünk? És akkor elsőként szeretném, hogyha Miklós te foglalnád össze az ezzel kapcsolatos gondolataidat, és biztos, hogy benne, hogy Gyuriának lesz erre reakciója. Igen, a, a devizaitelezés az, az ugye sok állatorvosi ló van, és több különböző területet lefedek a könyvben, ahol bemutatom, hogy hol ment félre a a magyar pénzügyi kapitalizmusnak a kilakítása. Talán ma már kevesen vitatkoznak azzal, hogy a devizahitelezés az nem volt egy sikertörténet. Szembe korábbi állításokkal, hogy ez valamiféleképpen a magyar bankszektor aranykora lett volna, utólag látszódnak ennek az aranykornak a következményei. Az, hogy ennek mi volt az oka, ez egy komplex jelenség volt, és elárulhatom, hogy Júliában már vitatkoztunk erről, és, itt nyilvánvalóan van egy nézetkülönbség. Ő azt hangsúlyozta, hogy alapvetően ez az Orbán kormány által elindított hibás állami lakás támogatási programra vezethető vissza, én pedig azt állítom, hogy alapvetően ez a pénzügyi szabályozásnak az elégtelenségére vezethető vissza. A saját nézetemet kifejtve ez úgy történt, hogy ahogy egyébként a rendkívül magas, és ez is egy külön vitát megérne, magyar alapkamat, ami a 2002-2003-as es időszakra kialakult, Lehetetlenné tette gyakorlatilag azt, hogy forint hitelezés működjön, megszűnt az állami támogatás emellé. Ez két olyan fontos tényező volt, ami a bankokat és a, nyilván a hitelfelvevőket abba az irányba sodorta, hogy valamilyen deviza alapú hitelt vegyenek fel. A probléma az volt, hogy sem a szabályozók, sem maguk a bankok nem érezték úgy, hogy ennek a, 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 a következményeivel nekik kell foglalkozni. Tehát alapvetően azt mondták, hogy szabad piac van, a, a, aki felvesz egy hitelt, az egy maximum közjegyző tájékoztatja arról, hogy mit csinál, de körülbelül ennyi, ennyi az, amit a fogyasztóvédelem keretében csinálni kell. És utána majd mindenki vállalja azt a egyébként a magyar fogyasztók döntő többsége számára átláthatatlan árfolyam kockázatot, ami el volt rejtve ezekben a szerződésekben. Ugye nem fogom itt elismételni a tíz évnyi vitát, ami, ami ezt követte, hogy ez egy jó termék, rossz termék, Farkas István, aki akkor a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét vezette. Ez egy jó termék volt, nem volt hibás termék, Róna Péter szerint ez egy hibás termék volt. A, a Kúria az össze-visszahozta az ítéleteket, hogy ez jogi értelemben egy jó termék volt, vagy rossz termék volt. Az én szempontomból ez szinte mindegy is, a, a, a következmények a lényegesek, hogy az az elit, amelynek bármifajta befolyása lett volna, legyen szó a kormányról, pénzügyminisztériumról, pénzügyi szervezetek felügyeletéről, jegybankról, ez az elit, ez képtelen volt arra, hogy egyrészt átlássa ennek a kockázatait. Azt hitték, hogy a, hogy a svájci frank az örökké 160-170 forint marad, kevésbé volt volatilis az árfolyama, mint az eurónak, ugye ilyeneket mondtak akkoriban, és, és gyakorlatilag senki nem nézett szembe azzal a rejtett kockázattal, amit ez a rendszer tartalmazott. Ezt követően jött, jött a tornádó, a Júlia könyvét megidézve, csak mi éppen szemben azzal, amit Júlia metaforaként használt, mi nem az oldalszerét kaptuk el, hanem maga a tornádó, Jött ide, azáltal, hogy ez a deviza hitelezési rendszert az összeomlásba kergette, és több százezer magyar családnak gyakorlatilag a, a napi szintű élet lehetőségeit lehetetlenítette el, de ez már mind történelem jelenleg. A, a, ami igazán számít a devizahitelezésből, az a, az a, teljes és tökéletes alkalmatlansága volt a, a pénzügyi szabályozói elitnek, bárkinek, aki ebben részt vett, és aztán természetesen beszéltünk konkrétumokról, hogy ki, hol, milyen ponton tévedett, de még 2008-ban is Júlia, mások is arról beszéltek a gazdasági sajtóban, hogy nem számítanak arra, hogy egy nagyon súlyos válság fogja érinteni a magyar bankrendszer közünkben. Én amennyire ismerem Júlia nézetét erről, a szabályozói felelősséget nem fogja tagadni, de azt is törvényhozói vagy törvényalkotói felelősségnek látja, de kérlek, hogy akkor fejtsd ki ezzel kapcsolatos gondolataidat. Nincs semmibe vitatkoznunk. Én ahogy ezt a könyvemben is megírtam, aminek ugyanolyan ironikus a címe, mint az aranykornak, én azt őszintén sajnálom, hogy Miklósnak zéró érzéke van a, a, az iróniához. Tehát a egyszer aranykoráról beszélni, mikor azt írtuk le, hogy hogyan halmozódtak fel a kockázatok, és a tornádó oldal adni egy könyv címének, ami pont arról szól, hogy egy annak a szerencsétlen tornádónak oldal sincs, és minket elsöpört a vihar, az pontosan a saját hibáinkkal való szembenézés és részben önirónia. A, a devizahitelezés Ről azért nincs alapvető vitánk, mert az a 1990-es rendszerváltás utáni legsúlyosabb társadalmi válság, súlyosabb, mint a rögtön rendszerváltáskor kialakuló lakáshitelválság, pedig annak a sértetjei, vesztesei is még mindig velünk élnek egy tízezres, több tízezres számban. A devizahitel válságban annyiban tiszta a lelkismeretem, hogy Nagyjából 2003 óta jelentek meg írásaim arról, hogy miért kockázat a deviza hitel, ennyit arról, hogy láttuk vagy nem láttuk a kockázatát. Tehát szerencsére ezek megvannak, publicisztikában megjelentek. Amikor bekerültem a Magyar Nemzeti Bank vezetésébe, addigra a deviza hiteleknek a 80%-a kim volt, akkor próbáltuk még megfogni, próbáltunk szabályozást hozni rá. Tény. Nem tudtunk áthatolni a szabályozási falon, hiszen ott volt közben az a, az a kormányzati akarat, hogy ne érezze meg a, a lakosság az nagyon erős kormányzati megszorítást, a 2006-os programot, és engedték a devizahitelezést súlyos, megbocsáthatatlan politikai hiba, súlyos és megbocsáthatatlan a bankrendszer felelőtlensége, súlyos és megbocsáthatatlan, hogy a bankrendszer nem csak, Kijöntötte a deviza a felelőtlen hitelnyújtó nélkül nincs felelőtlen hitel felvevő, tehát nem igaz, hogy mindenki azért felelős, amit ő ő eldönt. Sokkal súlyosabb volt viszont az a lépés, hogy 2009-ben még a kamatokat is ráemelték ezekre a devizahitelekre. Elsőként mi, mint Nemzeti Bank írtunk róla. 1994 óta írók és a bármikor szabályozás közelébe vagyok próbáltam tenni az egyoldalú magyar kamatemelés ellen. Ez már a mi korszakunk után lett végre törvény, de még mi készítettük ezt elő, ezt a törvényt, és ezt nagyon fontos lépésnek tartom. Tehát nem igaz, hogy a szabályozó értelmiségért, és nagyon sokan voltunk ilyenek, egyértelműen felelőtlenül, tudatlanul nézte ezt a folyamatot, a politikai értekek más diktáltak. Arról a kritikára mit gondolsz a Mikrosnak, amikor azt mondja, hogy ugye te írásaiban hivatkozol, hogy az Orbán kormány, az első Orbán kormány lakásítel támogatási politikája. azt mondom, hogy az is bőlejessz. meghatározó szerepet játszottam, és a Miklós pedig azt mondja, hogy nem, itt alapvetően egy pénzügyi felügyeleti szabályozói nem, hát hiányosság ez van. Olyan értelemben a szabályozónak a, szabályozónak a hitel, hitele folyamatot kellett volna megfognia, úgy, ahogy most szintén az általunk előkészített törvények már megfogják. Tehát azt kell mondjam, hogy egy úthenger, ha átmegy rajta, több mindegy, hogy egy tonnás vagy tíz tonnás. Ez a különbség az elindított hitelboom devizába vagy forintba, tehát egy 10 tonnás dönt át rajtad. Szabályozói feladat olyan értemben nem volt, és ezt te is rosszul mondtad, Marcia, hogy is semmit nem engedélyezett. Csatlakoztunk az EU-hoz, és az EU-hoz csatlakozva a szabad tőkeáramlást lehetővé kellett tenni. Tehát itt, itt nem volt olyan döntés lehetőség, hogy betiltjuk a devizahitelezést. Emlékezz vissza, és ezt a Miklós is pontos, te is tudod, hogy nem is tudták betilteni a devizahitelezést, az Orbán kormány sem nem. megpróbálta, és, és el kellett, fel kellett oldania. Lehetett volna sokkal szigorúbban szabályozni. Ez, amire 2004 óta is megint csak papírok vannakra, folyamatosan, Tet például a Magyar Nemzeti Bank javaslatokat. Lehetett volna lassítani ezt a folyamatot, lehetett volna a 10 tonnás dömpert egy tonnássá mérsékelni. A 2008-as válság akkor is pofon csapta volna a magyar gazdaságot és a munkájukat vesztő emberek hitel nem fizetése, ami 2010 elején még ugyanakkora volt, mint a devizahiteleké, a forint hiteleké. Nem volt különbség a kettő között. Nem lett volna ekkora társadalmi kérdés. Örülök, hogy itt a nagyon szimpatias felvezetés után visszatértünk akkor a, a, a szakmai vitáknak a, a terénumára. Ez egyben azt is bizonyítja, hogy miután a könyvben erről a kérdésről részletesen írok, és nincs közöttünk vita, akkor valószínűleg a, a Júlia szerint van olyan része a könyvnek, ami komolyan mondtam, hogy Szak, egy fontos könyv. szakmailag megalapozottnak tekinthető. Egy-két egy apró megjegyzés első körben. A, az aranykor kapcsán az iróniát részben értem, részben nem, mert a Júliáik arról is írnak, és Várhegy Éva is, úgy látszik, olvasom mégiscsak a közgazdasági szemlét, arról írnak, hogy soha nem látott profitabilitás volt a magyar bankrendszerben a 2000-es években. Az anyabankok csak pislogtak, hogy úristen, ez a magyar piac, ez mit termel nekik. Rendkívül elégedettek voltak, a számokért megint csak a Várhegy Éva, Éva tudom irányítani a Júliát is. Tehát ilyen értelemben beszéltem az aranykorról, és nyilván van ez, ez ők se, és sokan mások se ironikusan értették ebben az esetben. A másik dolog hogy meg lehetette volna állítani a, a, hitelezés, szintén van egy cikkem arról, hogy hogyan viselkedett a, a bankszektor a, a 2000-es években a devizahitelezés kapcsán, és például az OTP évekkel később szállt be magába a devizahitelezésbe, ami egy nagyon tudatos döntés volt a részükről, mert ők viszont látták ennek a kockázatait, nem érezték a magyar piacot alkalmasnak el, és a, a piacvezetőről beszélünk. Tehát ők megengedhették maguknak, hogy, 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 hogy ezt átgondolják jobban, aztán persze, miután látták, hogy mindenki csinálja, ők sem maradhattak ki ebből. Az első magyar hitelt, de ezt Júlia jobban tudja, mint én, mármint hogy deviza alapú hitelt, azt hiszem a, a, az autófinanszírozásban, a leasing cégnél a postaban adta ki 2001-be, erről, erről valószínűleg van közvetlen. én írtam. Hát mondam, az én könyvemből vesz én, én, Persze, hát én csak akarom mutatni, Ott hogy természetesen belőle. olvasom a magyar közgazdászoknak a, a, a munkásságát, az egy És közgazdász írta, és a, az a lényeg a dolognak, hogy pontosan tudta Júlia is, mások is, hogy ez egy lehetőség, és az akkori bankvezetések az összes kereskedelmi banknál ráugrottak erre a lehetőségre, és fokozatosan látva a, a kormányváltás után, 2000 után a kondícióknak és a közpolitikának a változását, átálltak erre a, a, erre a, erre a, a, a trekre, és valamilyen módon megpróbáltak részt venni ebben e, ezen a piacon, ami egy hatalmas piaci lehetőséget rejtett minden érintett számára. Szóval szerintem ezeket a pontosításokat meg kell tennünk, és még egy dolog, 2008-2009-ben még mindig az önszabályozással volt elfoglalva a bankszektor, és az önszabályozásnak a közpolitikai keretrendszerét ajánlotta a kormány figyelmébe, mondva, hogy majd ők elintézik azt, hogy a deviza hitelekkel ne legyen semmi probléma, amikor már rég be kellett volna avatkozni, és már rég valamilyen módon korlátozni kellett volna, legalább a banki gyakorlatot, hogyha nem is magát azt a tényt, hogy lehet Magyarországon deviza alapú jelzáló hiteleket adni a fogyasztóknak. Szóval nagyon sok olyan pont van, ami szerintem azt mutatja, hogy az elitnek nagyon komoly felelőssége volt ebben, és sok kis apró tényező vezetett oda, hogy ez ilyen katasztrofális következményekkel jár. Térjünk rá az utolsó témakörünkre, mert ki fogunk futni az időnkbe, és szerintem ez egy elég fontos témakör, ráadásul már a legelején a tematizálódott. Ez a pénzügyi nacionalista kurzusváltás 2010 után. Ugye a Miklós úgy írja a kötetében, hogy ugye voltak a modernizációs évtizedek, amit 2010 után részben az államosítással, reprivatizációval, újra szabályozással, az új nemzeti tőkés osztály megképzésével, mesterséges kialakításával hozott el az Orbán kormányzat, ami ugye Részben egyébként a fősodratus ajtóban is állandó kritika tárgya volt, hogy milyen szoros politikai szövetségben működik az új egybanki rezsim a kormányzattal, és hogy nem szabályozóként, vagy nem ellenpontként, vagy nem bármilyen módon egyébként tőle függetlenül, hanem kifejezetten a politikai szándékait elősegítendő alakítja a szabályozói környezetet. Úgyhogy elsőként szeretném, hogyha most kifejezetten Júlia foglalná össze, hogy miért gondolja azt, hogy a Miklós ö, fasiszta apologéta lenne. Ezt ez hangzott el? De szerintem ez egy fontos kérdés, tehát ez szerintem egy fontos kérdés, mert van egy ilyen ö, ö, kritika egyébként azzal a közgazdaságtani megközelítéssel szemben, amit a Miklós képvisel. Tehát szeretném, hogyha elmondanád a kritikádat, és akkor utána pedig Miklós tudná reagálni rá. Bocsánat, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez a. TGM-nek egy legutóbbi interjújában szerepel, de egy tényleg egy nagyon blikfangos mondat. Ugye ő mondja azt, hogy hát összeérnek. Akkor más kérdez, hogy miért tartod semmit a Miklós sem mondom az azt, Orbán kormányzati hogy... kormányzat ilyen szempontból vett Megbocsátó. apologétájának? Nem, nem, nem apologéta, én csak annyit mondtam, hogy sokkal megbocsátóbb ezzel a korszakkal szemben, nem tehát azok az indulatok, amik a könyvben egyébként benne vannak, hát ezt Miklós se tagadhatja, most is több ponton kijöttek, ezek a könyv utolsó részében azért így lecsillapodnak. Ez engem csak zavar bevallom. Tehát én megértem, hogy nagyon súlyos kritikát kell megfogalmazni a rendszerváltó is szemben. Akkor neked retorikai kritikád van alapvetően szemben? És azt gondolom, hogy ez a pénzügyi nacionalizmus, tehát próbál ott ideológiát és elméletet találni, ahol nincs. Egy intézettársat könyvére szeretnék utalni, a körösényéknek most jelent meg az Orbán rezsim. És az, az igazság, hogy én is nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mi az a gazdaságfilozófia, mi az a pénzügyi filozófia, amelynek mentén ez a rezsim működik. És a Körösényék könyvébe végre megkaptam a választ. Nincs. A politika uralja a gazdaságot is. Barkácsolás van, ez egy gyönyörű szó, angolul a brikolás. Külön megkérdeztem az András. Tehát matolcsizmus és bogárizmus valójában nem létezik. Megpróbálsz valamit kicsiholni belőlük, de te pont te írod le, hogy ez egy tényleg összeesküvés-elméletes, nem olyan, mint a tiéd, hanem még valódi összeesküvés-elméletes, ezoterikus, minden közgazdaságig, vagy gazdaság alapot nélkülöző összehányt valami, tehát nincs. Amivel vitatkozol, az nem létezik, viszont amikor azt, Írod le, hogy miért nem fogadod el a magyar Bálintéknak, ezt nevezzük maffiállamnak, elvégre így nevezi ő is, akkor a legfőbb érved az, hogy pont magyar Bálint mondja, aki pedig a rendszerváltó értelmiség tagja tényleg kerestem a nagyon kemény érveket, amivel jobb a teleírásod, mint az ő leírásuk. A körösségék is elég jelentős részben átveszik a magyar bálinték leírását, tehát a politikai családról beszélnek, a politikai család befolyásáról, ennek a vagyon szerzéséről, ugye felhalmozó államról ír a, a Sharon Gábor, a másik kollégátok, Gyakorlatilag itt egy elég szűk csoport érdekében végbe menő reprivatizációról és felhalmozásról van szó, aminek semmi köze az ideológiához, az elmélethez, gazdaságfilozófiához. Miklós? könyvben arról írok, hogy a pénzügyi nacionalizmusnak az a gondolata, hogy valamilyen módon a magyar gazdaságot magyar irányítás alá kell venni, ez már a 90-es évek eleje óta megjelent. Debreceni Józsefnek van a a könyve, amiben Orbán Viktor -tól idéz egy interjú részletet, ami arról szól, hogy az Antalnak azt föl a rendszerváltás idejé, hogy nem teremtette meg azt a nemzeti burzsuáziát, aki őt minden körülmények között támogatta volna, és ez egy nagy történelmi hibája volt az Antalnak és hogy, hogy ő majd ezt meg fogja teremteni, mert pontosan tudja, hogy enélkül a politikai hatalom az megtarthatatlan. Tehát mindig az lesz a, a, a politikai küzdelemnek a vége, hogy valamilyen módon a, a korábbi posztkommunista elit és a, a pénzügyi elit, az meg fogja akadályozni azt, hogy érdemi politikai változásra kerüljön sor. Tehát ezt Orbán Viktor mondta, nem én. A, a, ebből a, a gondolatból következik az a több fázisú megvalósítása annak, ami történt a magyar bankszektorban, ami már egyébként a 98-2002-es időszakban is elkezdődött, például a, a, akkor, amikor a telefonkönyvek cseréjéről beszélt ugye Orbán Viktor híres módon, és aztán 2010 után a kétharmados parlamenti többséggel felvértező, ugye már semmilyen akadálya gyakorlatilag nem volt annak, hogy bármilyen módon, akár adóztatással, akár szabályozással a külföldi tulajdonosokat arra, abba az irányba terelgessék, hogy inkább hagyják el a, a magyar piacot. Ugye a külföldi de a sok több esetben, Bayer is Bank az MKB esetében, vagy pedig a, a GE Capital a Budapest Bank esetében, azok kapakaptak kaptak az alkalmon, mert pont, hogy vagy teljesen ki akartak szállni a pénzügyi piacokról, vagy pedig a, a, a saját hazai veszteségeiket akarták valamilyen módon korlátozni, és ez egy lehetőséget teremtett arra, hogy eladják a magyar kormánynak, vagy valamilyen magyar állami szernek, itt teljesen mindegy, hogy, hogy, ez milyen módon történt. Leírom részletesen, hogy a, valami a szanálási alapon keresztül történt, valami közvetlenül állami tulajdonba került, van, ami pedig úgynevezett magántőke alapok kezébe került, de hát pontosan tudtuk, hogy ez ugyanúgy Orbán Viktor és körét jelenti. Tehát teljesen mindegy, hogy hogyan csinálták, különböző módokon csinálták, de a végeredmény az lett, hogy ki tudták vásárolni a külföldi tulajdonosokat a legnagyobb bankból, ott, nem tudtak többségbe kerülni, ami ugye Orbán Viktornak egy kimondott célja volt, hogy legalább 50%-ban legyen magyar kézben a magyar bankrendszer, ott pedig legalább egy kisebbségi tulajdon tudtak szerezni, mint az Erste Bank esetében. Tehát összességében lehet, hogy Júliának ez nem, nem, egy olyan folyamat, ami, amiben van valami ráció és logika, szerintem teljesen magától értetődő, hogy mi a ráció és logika. A 90-es évek óta látták azt, hogy ez egy elemi feltétele annak, hogy autonóm közpolitikát lehessen Magyarországon végezni, és meglépték azokat a lépéseket, amik megteremtették ezt. És a pénzügyi nacionalizmus valóban nincs olyan mélyen kimunkával mint ahogy a mainstream közgazdaságtanban annak idején ki volt munkáva a háttere annak, hogy a piacok hatékonyak, és, és mindenképpen a szakmai befektetők lesznek a, a, a megoldás a bankrendszer üzemeltetésére, de valami fajta elképzelés, valami fajta koncepció ebben van, és ez messze túlmutat azon, amit, amit valakik feltételeznek, hogy itt kizárólag a haszonszerzés és a, és a vagyonosodás lenne a célja. Nem, ennek egy nagyon komoly nemzetstratégiai célja van, és ide tartozik egyébként a, a, az újraorientálása a magyar külpolitikának és külgazdasági politikának is, de az megint egy kicsit messzire vezet, hogy nem a nyugati partnerekkel akarunk feltétlenül megegyezni, hanem akár banki és pénzügyekben is Kínával és Oroszországgal próbálunk egyeztetni. Csak a mély gazdaság filozófiai alapokhoz szeretnék egy idézetet. <kül> Rögvest újra kellett volna éleszteni a privatizáció folyamatát, gyors eleadásokkal deklarálva a magángazdaság és a külföldi befektetések iránti elkötelezettséget. Szimbolikus és valóságos lépéseket kellett volna tenni a külföldi portfólió befektetők, a zöldmezős beruházásokat végrehajtó szakmai befektetők bizalmának erősítésére. Ez pontosan honnan indézett, csak hogy akkor a Gondolom, nézeket, hogy tárgyal. ez valami 93-as Matolcsi lehet, vagy valami ilyen 97-es Matolcsi György. Ennyit a filozófiáról. Nem, ez ugye később... De késő, ez most, hogy... csak, ez bizonyít? Most már nem is Az, hogy nincsen filozófia. 97-ben Matolcsi György a leg... leg promodernizációs, neoliberálisabb módon fogalmazza meg, hogy Külföldi portfólió befektetők, zöldmezős beruházók külföldi szakmai befektetők bizalmát kellene erősíteni. Nem, ez, Nincs. Ez Szintiszta felhalmozás van. 90, 90, ezt részletesen leírom szintén a könyvben. 98, 98-99-ben a Fidesznek a, a fő árama, az nem ezt az ideológiát követte. A Júlia is pontosan tudja minden szereplőt Tehát Györgyről van szó, az atyáról. Az elnézést. Tehát, hogy... Pontosan tudja Júlia is, hogy mi történt 98-99-ben és hogyan történt egy nagy törés, váltás a technokrata trojka kivezetésével az Orbán-Viktori politikában, és pontosan látva azt, hogy ez neki nem fog hosszabb távon politikai hatalmat eredményezni, döntöttek úgy Matolcsival, hogy egy teljesen másik húzus kezdenek, ami a Széchenyi tervben két éves költségvetésben sok más nagyon konkrét, nem összeesküvés elméleti intézkedésben nyilvánult meg, és utána gyakorlatilag a 2000-es éveket végig azzal töltötték, hogy az iparkamarával másokkal egyeztetve megpróbálták kidolgozni azt egyrészt magát a tervet, másrészt pedig azt az elitet összeállítani a szélkálmán csoportok meg különböző más módokon, szintén leírom részletesen, ami azt majd át fogja venni az üzemeltetését a bankrendszernek akkor, amikor a hatalmi pozícióba kerülnek, és erre mind az anyagi, mind a közpolitika lehet, közpolitikai lehetőségük meg lesz. Hát csak annyit, hogy megtették, a következmények ránk fognak ránk de erről majd szerintem néhány év múlva fogunk beszélni. Itt mindenképpen, ebben a stúdióban, és akkor most egy záró gondolatkör szeretnék kérni mindkettőtöktől, és mivel Miklós kezdte a beszélgetést, ezért most Júlia fogja kezdeni a zárókört. Kezdje a Miklós? Igen. Kérlek. Tehát akkor a záró kérdés legyen az, mert hogy egyébként tényleg sok beszélgettünk, de a kötet alapállításáról, mi szerint paradigmák fogságában lenne a magyar közpolitikai gondolkodás, politikai-gazdaságtanról való gondolkodás. Azt kérem, hogy fejtsétek ki, hogy szerintetek van-e ilyen paradigma, és pontosan mi az a paradigma, ami a leginkább fogságban tartja az erről való gondolkodást a közbeszédben, a nyilvánosságban? Hát igen, a, én csak a könyvre tudok hivatkozni, erről szól több száz oldal. Alapvetően két paradigma volt a rendszerváltás után. A részletesen tárgyalt modernizációs paradigma és az előbb tárgyalt pénzügyi nacionalista paradigma. Az uralkodó uh, elitet, az, azokat a közpolitikai döntéshozókat, akiknek valóban van hatalmuk, azokat ezek a, ezek a, a gondolati keretrendszerek vezérelték, ebben gondolkodtak, ez határozta meg, hogyha dönteni kellett, akkor milyen irányba mentek a döntések, és nyilván 2010-ben történt egy nagyon éles váltás, talán nem is lehetett volna élesebb váltás, mint a reformszövetséges Oszkó Péter után egy matolcsi jellegű gazdaságpolitikai kurzus. Tehát a lehető legjobban látszódott az, hogy mi a különbség a két gazdasági gondolkodás, gazdaság filozófia között, és jelenleg 2010 óta nyilván a pénzügyi nacionalizmusnak a korszakát éljük, Ilyen értelemben beszélhetünk paradigmákról, és jelenleg nem látom azt, hogy egy harmadik nagy paradigma fel tudna épülni Ezek mellett az epilógusban tárgyalom azt, hogy, hogy mi lehetne egy ilyen harmadik típusú paradigma, amire egyébként nyilván a rendszerváltás során is lett volna lehetőség. Tehát, hogyha azokat a hibákat, amit akár a privatizáció, akár a deviza hitelezés kapcsán el akarták volna kerülni, akkor mit kellett volna csinálni, és ez valamilyen módon az állami felelősségvállalásban bízó, a pénzügyi piacokat szabályozó, az állampolgári érdekeket mindenek előtt előttinek tartó politika lehetne, lehet hívni szociáldemokratának, lehet hívni ökopolitikainak, általában véve ez, egy, ez a, 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 középtől balra álló, és valamilyen módon a pénzügyi rendszerrel szemben legalábbis észszerűen és egészségesen bizalmatlan közpolitikai alapállás lenne. Júlia. Nem voltak paradigmák, különösen se előtte, se utána. Többféle közpolitikai megfontolás, többféle közgazdasági logika volt jelen, nem volt egy egységes, hatalomra törő, de tudattalan értelmiség. Nem volt egy kidolgozott, nemzeti, nemzeti pénzügyi rendszerre vonatkozó gazdaságfilozófia. Ezzel szemben voltak ütköző nézetek, amelyeket jó lett volna megismerni az ezekre vonatkozó bizonyítékok sajnálatos módon hiányoznak a könyvből, például a szabályozás nem gyengült, hanem erősödött ezekbe az ominózus 90-es években. De ez nem meglepő, mert a könyv nyelve az, amire azt hiszem, hogy a Mihály mondta, hogy egy idő után szakítottam nem csak a marxizmus, hanem a marxizmus nyelvével is, mert gondolkodni szerettem volna, és a gondolatok nem mentek át ezen a nyelven. Ez egyébként a pont a Tamás Gáspár Miklósa nem igaz, akinek a most megjelent könyvét mindenkinek ajánlom figyelméből, hogy elgondolkozzon azon, miért a rossz a lelki ismeretünk a kapitalizmusban. Viszont nagyon óvnék mindenkit, hogy olyan módon gondolkozzon erről, ami Miklós könyvében számtalanszor előfordul, csak úgy tudok jellemezni, hogy a tényektől való elvonatkoztatás, mert a tények nagyon megzavarták volna a tisztánlátásodat. Nem tudjuk most folytatni tovább ezt a vitát, de ettől még fontos, hogy ez létrejött. Neoliberalizmus vitát ígértünk, ebből a vita megvalósult, a neoliberalizmus csak átételesen érintettük, de szerintem maradt még bennetek annyi, hogy esetleg majd egy következő körben ezt folytassuk. Neo paradigmák fogságában ez a kötet címe, amitől Júlia óvja a nézőinket, Miklós pedig ajánlja, mindenki dönts el, ez pedig érdemes elolvasni magát a kötetet, hogy akkor személyesen ki lehessen alakítani az erről való gondolataitokat. Köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt már a Partizán. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, használd a like, illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezésére. Ha pedig kérdésed vagy észrevételed van, akkor várunk a komment szekcióba. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán társalgó a címe. Oda is csatlakozz be, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha megteheted, akkor kérlek, hogy fizessél a Partizánra, ehhez megtaláld a Patreon oldalunkat a leírásban. Ha pedig nem szeretnél a Patreonon keresztül támogatni minket, akkor egy közvetlen bankszámlaszámot, illetve egy PayPal elérhetőséget is megadtunk. Azon keresztül is köszönjük, hogyha anyagilag is hozzájárulsz a működésünkhöz. Van Instagram oldalunk és ennek Partizán Politika a címe, illetve ha nem tudod nézni, akkor hallgatod is a Partizán, mert már az összes fontosabb, nagyobb podcast platformon megtalálhatóak vagyunk. Munkatársai nevében Köszönöm szépen a figyelmedet. Találkozunk hamarosan. Addig is ciao.